2011. január 20-ától kezdte meg működését a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretett Szolgálat, amelynek munkája révén a Hajdúdorogi Egyházmegye is aktívan részt vesz a rászorulók szociális ellátásában és gondozásában. A szociális szféra egyik legfontosabb feladatkörét az állami gondozásban lévő gyermekek és fiatal felnőttek utógondozását a Szeretett Szolgálat a Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központon keresztül biztosítja. Az intézmény 2011. szeptember 1-én kezdte meg működését, az azóta eltelt egy év alatt 8 lakásotthon és az újfehértói nevelőszülői hálózat révén közel 300 gyermekről gondoskodnak. A létesítményben dolgozó 70 munkatársat korábban a Területi Gyermekvédelmi Központ működtette. A gyerekek számára nagyon fontos, hogy a fenntartóváltás után is ugyanazok a felnőttek törődjenek velük, de a nevelésbe a lelki pásztorok is becsatlakoztak, hogy felkészítsék őket a családi szerepekre és az önálló életvezetésre. Melyek a Szent Lukács Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ feladatai, hány gyermek és hány nevelőszülő tartozik önökhöz? A feladataink közé tartozik a szakellátásban formájában régen állami gondoskodásban lévő gyermekek, de már én most már úgy nevezem, hogy egyházi gondoskodásban lévő gyermekeknek az ellátása, a neveltetésével kell foglalkoznunk. Nevelőszülői hálózatunk, illetve lakásotthon formájában vannak nálunk gyermekek. A nevelőszülői ellátásban közel 100 nevelőszülő tevékenykedik, illetve a lakásotthon formájában pedig 8 lakásotthonunk tartozik az intézményekhez. Megyei feladatkört látunk el, tehát megyében elhelyezett gyermekekről gondoskodunk. A szakellátásból érkezik egy jelzés, hogy mondjuk bekerül egy hármas testvérpár, hogy van-e lehetőségünk a gyermek ellátását biztosítani, akár lakásotthoni, akár pedig nevelőszülői hálózat, illetve nevelőszülő segítségével. Sajnos széleskörű problémák adódnak. Nagyon-nagyon sok gyerek, ugye én úgy gondolom, hogy lelkibeteg gyermek, mert családjából kikerülve egy idegen közegbe, akár a lakásotthonba, akár egy nevelő családba belekerül ez a gyermek. Nekik mindenféleképpen egy lelki segítség nyújtás szükséges, amit én úgy gondolom, hogy a papok, illetve a megfelelő végzettségű szakembereink, mint például a pszichológusaink, a nevelőszülői tanácsadóink, a fejlesztő pedagógusunk próbál segíteni a gyermekeknek. Vannak sikeres pályázatok, például most gyermekeink nyaralnak akár a Balatonnál, akár a Harangodi táborozó helyen is. Ha jól tudom, voltatok ti is a Balatonon. Meséltek nekem arról, milyen volt, hogy éreztétek ott magatokat? Te például mit csináltál a Balatonnál? Fürödtünk, meg napoztunk, vettünk játékokat, és azokkal is lehetett ott játszani. Mennyien voltatok ott? 80 gyerek és 8 felnőtt. És ti ott is egy szobában laktatok? Igen. És mit csináltatok még ezeken kívül? Hát játszottunk, volt büfé, ott is vásároltunk, de azért vigyáztunk, hogy ne költsük el minden pénzt, mert hogy maradjon egész hétre. És még hát volt ott focizás is, csak én nem fociztam, csak a fiúk, meg hát ilyenek voltunk fürödni. Voltatok már máskor is a Balatonon, vagy nektek ez volt az első? Nekünk ez volt az első, még nem voltunk. Na és mennél még oda szívesen, akár jövőre is? Igen. Vannak lelki napok, mint például Mária Pócson volt lelki napnak a szervezése, akkor nevelőszülők napját, ahol szintén pap jelenlétével a nevelőszülőinket jutalmaztuk meg. Nagyon-nagyon fontos a dolgozóinknak a hit, mert sajnos a gyermekvédelem, ezekről a gyermekekről való gondoskodás egy nagy-nagy kihívás, egy nagy-nagy feladat, és mindenféleképpen kell egy lelki támasz, egy lelki erő a dolgozóinknak, a gyermekeinknek, hogy a feladatukat el tudják látni. A szakmai egységenként lelkivezető papok vannak kirendelve, akik mind a személyiségükkel, mind az egyház képviseletével foglalkoznak, bekapcsolódnak a dolgozóknak a mindennapi munkájukban, illetve a gyermekeknek a neveltetésében, a gondozásában, a lelki segítség nyújtásban. Én nagyon-nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a dolgozók jól érezzék magukat itt a munkahelyen. Nyilván itt is a megfelelő eszközökkel, akár egy kirándulás, hogyha egy sikeres pályázatunk van, akár egy kirándulásnak a lebonyolítása, mert
mert nyilván külső segítség, illetve külső anyagi források is kellenek egy rendszer jó működtetéséhez, amit esetlegesen pályázat formájában tudunk kivitelezni. Hány éve nevelő szülők és hány gyermeket nevelnek most? 3 éve lesz november 23-án, hogy nevelőszülők vagyunk. 3 gyereket nevelünk, a nevelt gyerekeket, meg 2 saját van. Lényegében ők nem is nevelt gyerekek, hanem ők úgy vannak nálunk, mint egy saját gyermek, holott tudjuk, hogy csak kölcsön vannak nálunk, de mégsem úgy veszik őket, hogy kölcsöndereik, hanem ők olyan nevelést kapnak, mint a sajátuk lenne. Holott tudjuk, hogy ha az életvitel a szülőknek úgy alakul, akkor ők bármikor visszakerülhetnek. De ők is erre fel vannak készülve, meg felkészítjük ezekre, de próbáljuk meg mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ők úgy éljék az napi életüket, a ritmusukat, mint a saját családban nőnének fel. Milyen a viszony az önök saját gyermekei és a nevelt gyerekek között? Nagyon jó a viszonyok. Úgy veszik, mint a mi neveltünk van kicsi korok óta őket. Nagyon be tudtak illeszkedni. Kellett egy idő, de beilleszkedtek. Több nevelőszülővel is tartjuk a kapcsolatot. Havonta egyszer úgy összejárunk, főleg így nyáron, bográcsolás, szalonnasütés, flekkenezés, hát különböző, sőt már a jövő évi nyaralási kirándulást már több nevelőcsaláddal együtt tervezünk, így nagy csoporttal. Úgy, a jelenlegi terv szerint 15-en indulunk meg jövő nyáron nyaralni, kirándulni a gyerekekkel. Milyen gyakran szoktátok tartani a kapcsolatot a vérszerinti anyukátokkal? Hónaponta egyszer vagy kétszer. Kétszer? És hol szoktatok találkozni általában? Hát ott a háznál. Vagy ő jön be oda, és akkor ott beszélgetünk, meg elmondja, hogy mi történt vele. Neked mik a terveid a jövőre nézve? Még nincs konkrét terveim. Szeretnél esetleg gimnáziumot felsőoktatásban tanulni, vagy például inkább szakmát szeretnél tanulni? Hát szakközépiskolába szeretnék menni. Itt dolgozókkal milyen a viszonyatok általában? Gyakran meglátogatnak benneteket? Hát igen. Igen. Meg szoktak látogatni minket. Igen. Kit szerettek leginkább? Hát szeretem. Meg Péter bácsit. Én Péter bácsit, meg ki megmentem a szobájába. Ott játszottam, hogy rajzoltam. Randás bácsit. Szeretem, meg még aki kamerázik. Miért tartotta fontosnak, hogy az egyházi fenntartásba kerüljön, és ezt önök hogyan élték meg? Hát amikor a püspök úr és a helynök úr összehívta a nevelőszülőket, tájékoztatott bennünket erről a változásról, az előadás végén ez nagyon meggyőző volt számunkra, és akkor mindenki maga dönthette el, hogy az elkövetkezett időben kíván-e tovább dolgozni velük. Én úgy emlékszem, hogy az előadás végén a jelenlévő nevelőszülők közül mindenki nyilatkozta, hogy szeretne az egyházi fenntartóhoz tartozni. Hát meggyőzőbbnek láttuk, nagyobb jövőt láttunk a gyerekeknek, úgyhogy hogy teljes egészében meggyőzött bennünket. 1999 óta vagyok nevelőszülő, 2 kisfiút hazagondoztam, akik közül az egyik a mai napig visszajár hozzánk. Hát nagyon nehéz volt az elválásunk. Főleg amelyiket örökbe adtam, mert amelyik visszakerült a vérszerinti családjához, az egy öröm volt végül is, mert az az ő családjuk. De ez, aki mai napig is visszajár hozzánk, ez a gyerek, ez mai napig is Giliga anyuka és Giliga apuka vagyunk számára. Tudjuk, hogy ez nekiek jobb, de nagyon nagy lelki erő kell, hogy ezt átvészeljük, hogy odaadjuk a kezünkből. Én úgy érzem, hogy minden szinten biztosított a gyerekek teljes körű ellátása, és nagy öröm számomra, hogy ezeknek a gyerekeknek nyugodt, kiegyensúlyozott életet tudok biztosítani. Mint legidősebb a többi lány közül, neked van már elképzelésed, hogy hová szeretnél menni, tovább tanulni, vagy mit szeretnél csinálni? Hát, Nyíregyre akarok menni tovább tanulni, szóval nem tudom, hogy... Szakmát szeretnél, vagy inkább gimnáziumba és felsőoktatásba mennél inkább? Gimnáziumba. És Piroska néni milyen gyakran szokott eljönni hozzátok, beszélgetni rólatok? Piroska néni sokszor szokott jönni,
egy hónapban többször is szoktunk beszélgetni. Általában mikről szoktatok beszélgetni? A mindennapi dolgaitokról? Igen. Meg most a táborról is beszéltünk, mikor legutóbb volt. Hány éve vagytok itt a nevelő családdal? 18 hónapos korunktól vagyunk itt, Szandi és meg én is. És ti tartjátok a kapcsolatot a vérszerinti szüleitekkel? Nem. És te, neked még igen. Megvan? Igen, szoktak jönni látogatni, van anyukám, meg rajtam kívül a testvérem, hát apukám már nincs, már meghalt, de szoktak jönni látogatni, és jókat szoktunk játszani, meg hát szeretjük egymást. Milyen gyakran szoktak eljönni látogatni téged? Hát úgy jönnek így, hát jönnek egyszer, és akkor eltelik egy hónap, és vagy így egy hónap, és akkor utána jönnek megint. És akkor csak ők szoktak jönni, te nem szoktál hozzájuk menni? Csak itt a háznál szoktatok találkozni, vagy van esetleg egy úgymond semleges helyszín? Hát csak itt az udvaron szoktunk játszani, meg hát itt a háznál. Mert én nem szoktam oda menni, mert úgy van, hogy ők jönnek ide, meg most hát így volt megbeszélve eleve, hogy ők jönnek ide. Szereted, amikor itt vannak, gondolom? Igen, szeretem, szoktunk játszani. Anya beszélget az igazi anyukámmal, így. Hát beszélgetnek, meg játszunk is, és akkor így van. Szeretnél hozzájuk visszakerülni esetleg, vagy jól érzed magad itt a lányokkal, a nevelő anyukáddal? Jól érzem magam itt, meg az anyukámmal is. Úgy gondolom, hogy szerintem itt jobb nekem. Melyek a nevelőszülő tanácsadó feladatai? Amikor felteszik nekem ezt a kérdést, akkor én mindig egy rövidke történettel szoktam kezdeni, ami velem történt meg. Egy 4,5 éves kislánytól kérdezték meg azt, hogy egy tágabb családi körbe, hogy mit szokott nálatok Piroska néni csinálni? Minek megy ő hozzátok? A kislány csípőre tette a kezét, és azt mondta, hogy amikor eljön hozzánk, akkor mindig bejön először az én szobámba, ott játszunk, beszélgetünk mindenféléről, az óviról, meg mindenről. Utána huncutkásan elkezdett mosolyogni, és azt mondta, hogy utána kimegyünk anyához a konyhába, ott leül a székre, felteszi a szemüvegét, ír és olvas. Tehát ő benne ez csapódott le a nevelőszülő tanácsadó munkájából. Most komolyra fordítva a szót, a nevelőszülő tanácsadó, ahogy a gyerekek is elmondták, 3 hetente felkeresi a családot, ott a felmerülő problémák, feladatok megoldásában segíti mind a gyerekeket, mind pedig a nevelőszülőket. Figyelemmel kíséri, hogy a családban a teljes körű ellátás hogyan valósul meg, minden gyermek számára ezt biztosítani kell a családban, és ezt figyelemmel kísérjük. Aztán beszélgetünk a felnőttekhez való viszonyukról, tehát itt is teljes képet próbálunk az iskolai életükről, illetve az óvodai életükről nyerni. Olyan örömteli esemény is előfordul, és egyre gyakrabban előfordul, hogy kereszteléseken és első áldozásokon veszünk részt, ezeknek a szertartásán szoktunk részt venni, ami nagy-nagy öröm a számunkra, hisz itt Újfehértún volt egy, azt hiszem, kiemelkedő esemény, amióta a görögkatolikus egyház keretein belül dolgozunk. 6 gyermek megkeresztelésére egyszerre kerül sor. Ez egy nagyon, nagyon szép esemény volt. Azt hiszem, mindenki számára emlékezetes lesz. Ezt a gyakran igen nehéz, vagy lelkiekben megterhelő munkát hogyan tudják végezni? Mi adhat erőt, vagy miből tudnak töltekezni? A töltekezésünk ben nagyon fontos, és első helyen említeném az imádságot. Szerintem, aki ilyen munkát végez, az kell, hogy az Isten elé tudja vinni az örök, és gondviselő Isten elé tudja vinni ezeknek a gyerekeknek is a problémáit. De nem csak a problémákat, hanem egy fohászba akár hálát adni értük, amikor tényleg büszkék vagyunk rájuk, örülünk nekik. Tehát én úgy gondolom, hogy az imádság az nagyon sokat segít, és nagy erőt ad nekünk. És amikor sikerül ezeket a könnyeket letörölni a gyerekek arcáról, és ezek a gyerekek újra mosolygósak és vidámak, én úgy gondolom, hogy ettől nagyobb öröm nincs számunkra. Nagyon fontos az ezeknek a gyerekeknek, hogy megéreztessük velük, hogy nekik, akik elvesztették, legalábbis úgy érzik, hogy elvesztették a földi édesapjukat és édesanyjukat, van egy égi édesapjuk, ez a mennyei atya. És van egy égi édesanyjuk, ez az Isten szülő Szűz Mária.
Na most, ezek a gyerekek ezt érzik, a mindennapjaiknak az elviselése, illetve a feladatoknak és esetleg kihívásoknak a megoldása szerintem sokkal eredményesebb lesz, mint talán az eddigi életükbe. Egyre többen járnak hitoktatásra, szeretik ezt. Tehát én úgy érzem, hogy ez még inkább megerősít majd bennünket, és a munkánkat még hatékonyabbá tudja tenni. Ki mindenütt jár, vagyis mindeneket betöltesz, mindenütt.